Csukott szemmel látlak téged, bárhol jársz is. Ezt tínédzser koromban írtam, amikor egy szerelmi csalódás volt, tehát elkezdtem oda, de valahogy nem akart megszületni, és teltek az évtizedek, és most született meg tényleg a végleges változat annak hatására, hogy mindketten elvesztettük egy szülőnket, és volt egy momentum, hogy Edina a teraszunkon nem volt túl felhőtlen állapotban, és borús is volt az idő, és aztán emlékszem, amikor a fellők így egy kicsit szétnyíltak, és egy napsugárát sejlett, és azt mondtam, hogy ezt mindenképpen szeretném megfilmesíteni. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül az elmúlt másfél évben, és talán egy pici segítséget szerettünk volna nyújtani azoknak, akik hasonló cipőben vannak, mint mi, és meg akartuk mutatni azt, hogy az a kicsi fénysugár az valahol azt meg lehet találni, mert létezik. Bízunk benne, hogy másoknak is ez lesz a végkifejlet, miután meghallgatják a dalt, hogy talán még találkozhatunk, és hogy nem örökre váltunk el a szeretteinktől. Nyilván az ember ilyenkor kapaszkodik mindenbe, de ha más nem, akkor az mindenképpen tud segítség lenni, hogy nincs egyedül a problémával, nincs egyedül azzal a szörnyű veszteséggel az ember, amin egy ilyen helyzetben átmegy, hanem hogy mi is ugyanúgy benne vagyunk, és ugyanúgy szenvedjük, és ugyanúgy minden nap keressük a kiutat, hogy fel tudjuk dolgozni. Engem egy nagyon nehéz helyzetből ki tudott segíteni az, hogy folyamatosan valamilyen zenét hallgattam, vagy zenéket, akkor én úgy gondolom, hogy a zenének van olyan ereje, hogy kellő támaszt tudjon adni annak, aki esetleg egyedül van ezzel az érzéssel. Minden érzés, amit így a klip folyamán megéltem, az teljesen valóságos volt, és ezáltal nagyon fájdalmas. Nagyon jól látszik az ő szemén keresztül az a vívódás, az a útkeresés, ahol az ember támaszt, reményt vár, válaszokat vár. A klip is arról szól végig erről az útkeresésről, ahogy ő érint olyan helyszíneket, ahol boldog volt azzal a szerettével, akit elvesztett. Jelenleg egy másik dalon dolgozom, aminek a főszereplője egy SMA 1 betegségben szenvedő srác lenne, akinek az életigenlés, életszemlélete nagyon-nagyon inspirál engem. De van szó terve van, hogy Edinát használjuk több klipben, vagy legalábbis én szeretném, mert nagyon jó alany arra, hogy bármit megjelenítsünk. Szoktunk fotókat, videókat csinálni. Igen, sokszor operatőrködik nekem, meg segít egy csomó mindenben, úgyhogy szoktunk együtt dolgozni, de ez most picit hát más volt. Összeszokott páros vagyunk ilyen értelemben. Hát más volt, igen. De jó volt.